A kamcsatkai viharok talán nem mennek szembe ennyire nyíltan a kormány politikájával és a gyermekvédelmi intézkedéseikkel. Tudom, hogy még egyszer mondom önöknek, van egy konteós elképzelése a világról, de hát az a helyzet, hogy én magam jogi tárgyakat előadó egyetemi oktatóként pontosan tisztában vagyok a magyar alkotmányos berendezkedéssel. A köztársasági elnök az egy szuverén szereplője a magyar közjogi rendszernek, szuverén döntéseket hoz, sem előtte, sem utána, semmilyen szereplőtől nem kell neki engedélyt kérnie, különösen nem kell egy egyébként valamely kormánytag ellenjegyzéséhez kötött kérdésben neki ehhez engedélyt kérni.